Sziasztok! A kontextus eheti adásában azt a kérdést járjuk körbe, hogy van-e az influencereknek valós politikai befolyása. Mielőtt azonban nekivágunk, ne, ne felejts feliratkozni a csatornára, és akkor be is mutatnám az eheti vendégeinket, aki nem más, mint Ábrahám Robert, outfluencer. Köszönöm szépen. És Varga Ádám, a Pestisácok újságírója, youtuber. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. A, talán azt nem kell vitatni, hogy a, tehát nyilván el kell, le kell szögeznünk mindenek előtt, hogy természetesen a pedofília az egy olyan ügy, amiben legalább jól megmutatkozott, hogy nemzeti minimumot képzi az, hogy ezt elítéljük. De valóban egy olyan ügy volt ez, ami összerántotta az ellenzéki tábort, és itt Robi először talán hozzád fordulok, mint a, aki a bulvár mélységeit is igen nagyon régóta ismerő ö, emberhez, hogy ezek az emberek tényleg az ügy mellett állnak ilyenkor ki, vagy van valami más motivációjuk ebben? Hát kezdem ott, hogy a pedofília elítélése az nyilván a, a többségi társadalom számára nem lehet kérdés. Tehát, hogy ez, ez, ez politikán felül létezik. Az mostani jelenséggel kapcsolatosan viszont nyilvánvaló, hogy nem mindenki azért áll bele ebbe olyan nagy hanggal, mert mondjuk annyira ellenzi ezt a dolgot, és de nem akarok ilyen ebben az ügyben, hogy mert a baloldal, mert a liberálisok, de azért arra emlékezni kell, hogy, hogy nagyon sok olyan ö, ö, ügy robbant ki a közelmúltban, amikor pedofiltartalmú botrány keletkezett, és hát ezek az emberek hallgattak és sőt, mi a, ha emlékszünk, akkor a, 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 Lakatos Márknak a műsorát azért kellett kukázni, mert a liberális vendégével már, már arról beszélgettek, hogy, hogy az, az végül is nem is bűn. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek a relativizálása megtörtént a, a túloldalon. Bocsánat, és, és a András, amikor azt mondta, uh -huh. hogy szintén, hogy azt veszegette, az, in, azt hiszem, a, az, az indexel szerződését mondta egyik szponzorá miatt. De szóval több ilyen eset volt, és euh, volt ez a másik, ez a nem tudom, hogy hogy, hogy, kell, hogy, amikor valaki már picit nagyobb, de még mindig gyerekekre tudod, volt. Hát ezek, én ja, arra, 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 arra ugyanazt a szót használom, fél. mint ja, a, az a P betűset. Tehát nálunk az ugyanúgy kötség, én azért vagyok ezzel zavarba. De hogy van ennek ugye szakszerű megnevezés, és ott is egyébként a legnagyobb jogvédő szervezetek voltak azok, akik elő takarózott, hogy majd mm. megvédik. És hát ott ugye nem az volt, hogy, hogy valaki tett valamit, és ő tudott róla, és megpróbálta, hanem konkrétan a csávó, az elkövető maga büszkélkedett azzal az interneten, hogy a jogi kiskapokat kihasználva hogyan tud gyerekeket megrontani. Tehát ez azért ne felejtsük el, hogy ez például nem keltett felháborodást. A Telex, a Telex, napokon át nem volt hajlandó leírni a nevét, még a keresztnevét sem ennek az embernek, uh -huh. baloldalról nem tudtad, hogy ez megtörtént, ellenben, ellenben amikor a kormányhozati intézkedést és szóba került a pedofilok listázása, a 444 volt az első, aki megírta azt, hogy ez mennyi visszaélésre adhat lehetőséget, illetve az, hogy ezzel személyiségi jogokat és leírták a 444-re, mai napig elérhető a cikk, amikor azt írja le a 444, hogy ugyan mivel rosszabb az, hogyha valaki gyerekpornót néz, mint hogyha félhortra verni a feleségét. Tehát ezen ettorra azért elnézést kérek, tehát én kérek elnézést, akkor nem volt felháborás. Jelenleg az az ember, aki ezt leírta, mai napig a 444 újságírója. És újságírónak apostrofálja magát lehet -e erről politikamentesen és politikán felülállva beszélni, vagy mindenképp bele kell szőni egy kormányváltás, bele kell szőni egy ilyet. Sőt, akartak-e az influencerek egyáltalán, akartak-e Osvágy Zsolték magában a rendszerben változást elérni? Vagy, vagy, csak, hát, vagy csak az, hogy hát igen, persze szüntessük meg a, a, pedofiliát, de igazából nem akarnak ezeken az ajtókon bemenni. Én azt kérdezném meg most minden, minden kedves meg igazából tőled is, hogy beszélhetünk-e politikamentes megmozdulásról, olyan személyek kapcsán, akik az év 365 napjából 364-et végig politizálnak. És amikor azt mondjuk, hogy nincs pártpolitika, Zsolti azt mondta nekem személyesen az egyik szervező, hogy láttál te Ádám itt pártzászlót? Nem én pártzászlót, tény, hogy nem láttam, én csak mocskos Fideszt hallottam. És hogy a pártpolitika mentes, tehát Marci, Gulyás Marci gyakran mondja azt, hogy ő azért nem ellenzéki, meg ő azért nem áll egy ellenzéki oldal mellett sem, mert hogy hallottuk-e bármikor is, hogy ő bármelyik ellenzéki párt mellett vagy pártnak kampányolt volna. Viszont, hogyha a politikára, vagy a választásra egy kötélhúzásként tekintünk, ahol történetesen van a piros és a kék csapat, azzal, hogy a piros csapat bokáját folyamatosan rugdossuk, gáncsoljuk őket, feltehető el, hogy a kék csapatnak szerzünk mm -hmm. előnyt? És itt ez történik, mert ugye mi, ugye azt szerintem senki előtt nem titok, és ez bal és jobb oldalról egyaránt törvényszerű, hogy a baloldali magyarországi ellenzékben nincs érdemi politikai tőke. A baloldali ellenzék nem képes tömegeket megmozgatni, a szavazás, a 2018-as szavazás mutatta meg a leginkább, nem a 22-es, a 18-as volt az, ami ezt leginkább megmutatta, mert ott volt az első taktikai szavazás, ahol arra mentek rá, hogy Bárki, aki a Fidesz ellenesélyes, a Momentumot gyűlölő MSP-ssel leszavaztattak a Momentumra, uh -huh. a jobbikossal leszavaztattak a DK-sra, a DK-ssal a Jobbikossal, bár ez egy igazából nem történt meg, pusztán azért, hogy Orbán Viktor gyengédség. Itt nem azért szavazott valaki az X jelöltre, mert neki az történetesen szimpatikus volt, hanem azért, hogy Orbán Viktor ellen szavazzon is. Itt lépnek képbe az influencerek. A politikus már hiteltelen. A politikusok elhiteltelen lettek, főleg baloldalról. Egyszerűen ez a médiának, hogy a hibája vagy nem hibája, a magának a politikusoknak is a hibája, mert baloldalról mit, mit tehát folyamatosan egymásnak ellentmondó állításokat hallottunk. Olyanokat hallottunk, hogy a COVID alatt elég volt megnézni, nyissunk, nyitottak, zártunk. zártunk zá... Bocsánat, amikor nyitottak, akkor zárást követeltek, amikor zárást zártak, akkor nyitást követeltek uh -huh, a COVID alatt. Ez... még el is mondta az ATV-ben, hogy amikor mi nyitásról beszéltünk, mi nem úgy gondoltuk. Tehát ezt konkrétan kimondta. Obstrukciós na, politika. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Amerikában ez egy jól bevált módszer, hogy az influencerek, a rajongók sokkal több embert tudnak megmozgatni, úgymond kvázi politikamentesen, mivel ők el tudják adni, ők nem választható polgár, nem választható Politikai szereplők, de politikai tevékenységet végeznek, mert én nem hallottam még. Én megkérdeztem Gulyás Marcit személyesen, erről felvétel van, hogy ő azt mondta, hogy nem ellenzéki, és megkérdeztem, Marci, van-e olyan adásod, olyan beszélgetésed, ahol a magyar kormány egyik, a Fidesz egyik társadalmilag elfogadott, társadalmilag üdvözölt intézkedését te elismered? És azt volt erre a válasz, hogy neki nem ez a feladata. Nem tudom, hogy mi a feladata, nem láttam a megbízói szerződését, és azt nem tudom, hogy milyen nyelven írták, gyanítom angolul, de ezt csak feltételezni tudom. Viszont a másik kérdés pedig az, nézzük meg, mi történt itt. Az történt, hogy influencerek összehívtak egy óriási csődületet. A teljes baloldali sajtó naponta három posztban foglalkozott vele, majd az a rendezvény napján minden második, megnéztem minden második poszt erről szólt. Hírességeket bevonzottak, az ország legnépszerűbb az Azariát, mindenki, gyakorlatilag mindenki ott volt, akit meg tudtak mozgatni, és akit nem tudtak megmozgatni, azt a vélemény maffia eltette lábalól. És nem Körtisről beszélek, most Körtisz, hogy mit csinál, hogy itt nem, abban nem fogok foglalkozni. Ott van Ördög Nóri. Egy teljesen politikamentes életvitelt folytat, nem politizált. Amikor azt mondta, hogy a gyermekvédelem mellett áll teljes válszélességgel, uh -huh. és azt mondta, hogy ő ezt támogatja, de nem szeretne egy politikai rendezvényen részt venni, akkor nem azt mondta neki Osvágy Zsolt, hogy figyelj, Nóri, köszönöm, értelek. Nem azt mondta neki Zsolt, hogy figyelj, Nóri, nem örülök ennek, de elfogadom. Nem azt mondta neki, hogy Nóri, ez a nyilatkozat, ez nem jó. Azt mondta neki, csalódtam benned, és olyan, tehát, hogy próbálok pontosan idézni, hogy ez ne legyen perképes, de arra utalt Zsolti az egész szövegében, csalódtam benne, azt hittem, hogy jobb anya vagy, tudatosabb anya vagy, stb. stb olyan szintű karaktergyilkolást folytatott ellene. Tehát én azt, azt hinni az ember, hogy ezek a liberális baloldaliek, ilyen kedves, jó szellemű, elfogadó emberek, de mikor valaki kiének a kánomból, azt nem, hogy, nem, hogy megtámadják, elték lekaraktergyilkolják, és Zsolti itt konkrétan mindenkit, aki, aki ebből kiének, legalábbis amiről tudunk, egy abúzus elleni tüntetés után abúzálni kezdett. Tehát miről beszélünk? És akkor beszéltünk-e politikamentes, amikor olyanokat mond Ördög Nórinak, hogy igen, tudom, hogy te a tv 2 és a kormánytól kapod a fizetésedet, de legalább most ide állhattál volna. Tehát amikor ebbe uh -huh. ő belevitte a politikát, onnantól kezdve, hogyan, tehát amint elutasítod ezt a rendezvényt, rögtön megvádolnak azzal, hogy a te gondolataid nem is önállók, hanem te csak fizetést kapsz érte. Ellenben az, amikor David Pressman szétoszt az ellenzéki sajtó között 115 millió forintot, az nem zavarja őket. És felmerül a kérdés akkor, hogy Mit fognak szólni azok a hírességek, akiknek ezt elmondják majd, hogy a rendezvényemhez a nevüket adták, zúgott a mocskos Fidesztől? Uh -huh. Mert ha ez nem politika, akkor nem tudom mi az. Átléptek a politikai térbe ezek az influencerek? Tehát átvették a politikusok feladatát? Mert ha emlékszünk pár évvel ezelőtt a gyermekvédelmi törvényt, hát az összes ő politikus. Átlépésről nem lehet, nem lehet beszélni, tehát itt egy folyamatos jelenlét volt, tehát itt nem most átléptek valahonnan valóban az is tisztázni kell, hogy ne essünk bele mm, abba a hibába, hogy bárkit, aki, aki felszólal egy ilyen rendezvényen, vagy aki ellenzéki influencerként ö, definiálja magát, azt megvádoljuk azzal, hogy Amerikából fizetett külföldi ügynök, mert erről szó nincs, tehát ö, vannak ilyenek is, de nagyon sok olyan, olyan influencer van, a ellenzéki influencer, aki egyébként meggyőződésből mondja azt, amit, beszél mm -hmm. arról, amiről, és ö, hát most a legfrissebb most pont cinkeltiteket onnan friss élmény, például a dévvilága. Te most mondtad a... a nevét itt? Igen. A kis kis de nem kizsípulj. Félek, fél, hogy megfordul a kereszt a falon ettől. Most, de most tök őszintén mondom. De például ott van a dév, ha megnézed, ő tényleg a semmiből magát építette fel. Most Gyűlöl, attól, gyűlölködésből igen, azt azért tegyük hozzá. Jó, hát nagyon sok ilyen is volt való, igaz? Sőt, hát nekem is volt vele egyébként összetűzés. Hát Robert is de De, ilyen de, ilyen de is például, de, 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 ő, de ő hisz abban. Ami, tehát ő, amit mond, ő, ő ebben megvan győződő, és nem gondolom azt, hogy ő például bárkitől egy, egy fitchinget kapna azért, amit mond. igazad. ez igaz, az, az egyik és Nagyon, nagyon sok ott. ilyen van, nagyon sok ilyen van, mint a dél. Tehát ezt el kell fogadni, attól is, hogyha nem értünk egyet, hogy ezek nem fizetett provokátorok, mm -hmm. és nem fizetett külföldi ügynökök de a Gulyás Marcikhoz akarok átmenni. Tehát, hogy senki ne azt gondolja, hogy amire én most nem értek valakivel együtt, akkor az automatikusan egy hazáruló izé, A Gulyás Marcinál minimum megkérdőjelezhető szálak vannak jelen. Tehát az Amerikába kilátogatás, az által is bevallott amerikai pénzek érkezése. És az for nem de sok Na, Tehát, aki nem hülye, az pontosan tudja, hogy a Gulyás Marc egy teljesen más szint. Tehát ő azért jóval fentebb van az Tehát a hogy mondjam, az Osvár Zsolt is sem egy, 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 szerintem egy, egy a rendszerben valósulja a rendet, ő inkább egy ilyen Addig asszonykodott, míg most belekavarta magát abba a körbe, hogy most már őt is érdemes komolyan menni, és őt is érdemes egyébként a nagyok között kezelni, de őt nem kezelték a nagyok között. Tehát ezt azért tudni kell, hogy... Volt is ő, egy konfliktus nem és Marci ne, között Igen, tehát, hogy nézd meg, hogy, hogy még az azadiát is meghívta a David Pressman, de a, a az Osvágy itt nem. Tehát, hogy őt nem tartották ezen a szinten. És most ő ügyes volt egyébként, és, és e, ezt el kell ismerni, hogy az ő életösztene, ami valószínűleg az intézet és években újhatott, a a túlélő ösztön és az életösztene, az nagyon erős. Tehát ő mindig addig asszonykodik, mi megcsinálja magának a karriert. És ezért, hogyha ezzel nem ártana egy komplett nemzetnek, meg egy komplet generációnak, akkor még csak vádolni, meg haragudni sem lehetne érte. De itt mégiscsak ez történt, itt, itt, mindenki próbálta megsütni a saját kis szalonnáját ebben a sztoriban, és Értem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy de ez nem így van, ők a gyerekekért. Először is kezdjük ott, hogy, hogy ezek a színpadon állók többsége egyébként ö, nagyobb veszélyt jelent a gyerekekre, mint, mint azok, akiket ő bírál. Tehát ugye a legnagyobb ragadozók álltak a színpadon egy A másik része ennek a dolognak pedig az, hogy amit itt korábban beszéltünk, hogy ha, ha nekik ennyire fontos a gyermekvédelem, akkor például, mikor és most nem bezzeg ez, hogy bezzeg a baloldal, de hát basszus, ez megtörtént. A Jánbor András kollégáján, ugye, akit ő bevitt a parlamentbe, az Antifa csajt, a uh -huh. Krisztinát, hogy kérjenek tőle bocsánatot, mert hogy tévesen vádolták meg Antifa bűncselekménye. Na hát erről, a csajról kiderült, hogy a, az élettársának a lakásán találtak egy 7000 gyerekpornót, amiből egy 300-at, azt ott forgattak a lakáson. Robi, elnézést kérek, hogy közbevágok, de tehát most itt az a, az a legfelháborító ebben, hogy az egész kollektív baloldal, bár az ő bibliájuk a telex, megírta azt, hogy hogy Orbán Viktor számon kérte Balogh uh -huh. az egész lobbizásról. Ők ennek ellenére állítják, hogy állítják, hogy Orbán Viktor tudott az egészről, és ő rendelte meg. Uh -huh. Ellenben, amikor itt vagy, kimondod azt, hogy ennek a Krisztinának az élettársa ezt elkövette, ezeket a gyermekpornokat fogalmazta. Fogal. Fontos lett volna, hogy végigmondjam, hogy a néző is egyébként legyen képben, mert így megszakította, de igen. Köszönöm, Robi, köszönöm, megtisztelsz, De a lényeg az, hogy azt nem fogadják el, hogy a Krisztina tudott az élettársáról. Hm. És csak ez is egy fontos gondolat azért. Na, tehát, hogy Folytatva ezt, ezt a dolgot, tehát ugye azt történt, hogy amikor, amikor lebuktak ezek a pedofil bevételek, akkor nem sokkal később a volt, azt egy kötélen találták meg, és a helyszínen meg egy rituálisan elégetett babát találtak. Nem, elég ijesztő és, és dermesztő dolog, és egy ilyen babát csak, hogy. Igen, igen. Egy hogy megpróbálták ezért minimum arra kényszeríteni, hogy legalább nyilatkozom. beszéljen az ügyről, hát a munkatársáról van szó. 7000 pedofil felvétel, abból 300 a közös lakásban. Egy haláleset. Az osztrák sajtó számol be és tárta fel a történetet. A magyar sajtó részese se vette, hogy mi történik. Hogy a biatorban. Még a jobb sem? Nem, nem vette. Hónapok kellettek, mire rájöttek arra, hogy a biatorban egy öngyilkos csáva, aki felkötötte magát, az valójában annak a nőnek az élettársa, akinél találták a pedofil felvételeket. Az osztrák sajtó buktatta őket le. És a, jámborandás Jánbor András osztrák címlapon és az volt a cím, hogy 70 ezer gyerek pornóval összefüggésbe hozható. És egyetlen egyszer sem szerveztek tüntetés, felháborodást annak kapcsán, és ez a Jánbor van a legvastagabb bőr a pofáján, tehát ő volt az, aki plusz macikkal megjelent a izi előtt a Sándor Palót előtt, hogy így a gyerekek, uh -huh. úgy a gyerekek, és tehát ha ezekbe az influencerekbe tényleg az lett volna, hogy hát itt a gyerekek fontosak, akkor az ilyen ügyeknél nem maradtak volna csendbe. De erről nem, hogy nem tüntetés, anyag se készült. Semmi nem készült. És amikor arról mondja, hogy, hogy a, a jobb sajtó nem mindent hirtelen, a Novák Katalin ügyel kapcsolatban, hát mi akkor készítettünk az Adorján a gyadást, amikor történt ez a jelenből, és, és megvizsgáltuk, hogy már egy hónapja tudott mindenki róla, az osztrák sajtó minden beszámolt róla. Megvizsgáltuk, kik voltak azok az ellenzéki portak, akik egyáltalán a nőnek a nevét leírták, hogy a jámbarandás nevét ezzel az ügyel kapcsolatban. Egyedül a 24 pontú volt az, ami felületesen érintette, se a négy, se egyik sem, se a senki nem tartotta fontosnak. Beügyötted a nőnek a nevét, és az utolsó vele kapcsolatosan a 4 4 en az volt, hogy nem hajlandó bocsánatot kérni tőle a kormánypárti politikusok. Hm. Tehát beszarsz, érted, és erről beszélek, hogy, hogy ha, hát ez nem is kettős mérce, ez hány inger. Mert a, ez a Jánbor féle a botrány, ez oly mértékű volt, tehát 70 ezer felvétel, ez... 300 a lakáson, és volt olyan, amikor megkínoszták a felvétel a gyerekeket. Erről számolt be a, a, az osztrák a, a express.it És ez szó, itt Magyarországon történt. Hogy ne, hogy ne, hogy, ne, hogy ne. Hogy ez az évtized pedofil botrány volt, uh -huh. ami elsikadt. Senki nem foglalkozik, vele, meg se történt, számosak se kéri senki. És nyilván nem állítom azt, hogy senki nem állította, hogy Jámbor András az felelősségre vonható pedofilia miatt. Ez az ő szokásuk, hogy mindenkit összepedofilizálnak. Nem, nem azért vonható felelősségre, azért vonható felelősségre, hogy mégiscsak egy, egy, egy politikai formáció élén van, és ez a politikai formációhoz köthető az a nő, és nem tisztázza ezt a helyzetet. Aztán fű alatt volt valami nyilatkozat, amiben ilyen két mondatban később annyit leírtak, hogy ez nem a szikra mozgalomra tartozik. Ja, miről beszélünk? Uh -huh. Miről beszélünk? Tehát, tehát, nekem ez, vagy amikor, amikor, gyermekvédelemről beszélünk. Ez még nem, nem publikus, és nem mondhatok részleteket, de azért nagyon belárulom, hogy én a karácsonyomat nem a családommal töltöttem, hanem kint töltöttem idegen országokba, mert pontosan arról forgattunk egy filmet, hogy hogy működik a gyermekvédelem azokban az országokban, ahol a gyeplőt átadják az ilyen genderőrülteknek, akik most el akarják játszani, hogy ők akarják megmenteni a gyerekeinket. És még az a film, ki se jött, jelenleg is utó uh -huh. De valahogy úgy alakultak a szállak, hogy, hogy, hogy az életére legérdekesebb történeteket, mert így lesz majd igazán hátba vágó ez az egész, hogy mi a valóság ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy Európában olyan uh -huh. dolgok történnek meg, amit azt gondolnád, hogy hogy, hogy tényleg egy horrorfilmben sem történhetne meg, uh -huh. és nyugati országokból információk ki sem jutnak, hogy, hogy hol, hol tartott a gyermekvédelem, ahol egyébként átadják ennek a, a gyeplőjét, az ilyen genderőrültetnek. És az, hogy Magyarországon a, a gyermekvédelmi törvény akkor a botrány keltett. És nekem volt a Gulyás Macivel is ebből egy vitám, még mm -hmm. az utcán interjú volt, amit aztán megígért, hogy befejezünk, de nem fejeztünk be, és nagyon sok akkor is volt ez ügyben vitám. Mert mondja meg nekem bárki, hogy a gyermekvédelmi törvényben mi olyan káros dolog volt, amivel mondjuk hogy ő nem tudott volna egyetérteni, vagy ami a gyerekekre nézve ártalmas, semmi. Mm -hmm. Ennek ellenére csak azért, mert a, a Fideszhez volt köthető, ezért mindenki támadt, és senki nem vette komolyan. De aki támadta azt a törvényt, az most hogy beszélhet arról, hogy gyermekvédelemre van szükség, meg hogy a gyerekek így, meg a gyerekek úgy. Nem kérdés, amikor, amikor kirobbant ez a, ez a kegyelmi botrány, és én direkt nem ügynek mondom, mert nekem ez nem hiba, nekem ez több, mint hiba. Tehát én, én nem is értem, hogy mondod, hogy hibát követett. Nem hibát, ez több volt, mint hiba. Én a nulladik percben azt mondtam, hogy le kell mondjon a tisztségéről Novák Katalin és mindenkinek, akinek ehhez köze van. Ez nem kérdés. És azt gondolom, hogy, hogy ez, aki valóban a jobb gondolja magát, és azt mondja, hogy a, 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 hűség, a hit, a lojalitás, a jobb oldal a nagy erényei, azoknak ezt a dolgot komolyan kell venni. De azt gondolom, hogy ez megtörtént. Most nyilván mondják mindig, hogy de miért nem azonnal, miért vártak napokat? politikáról beszélünk. Nyilvánvaló, Persze. hogy itt nem úgy működnek a dolgok, mint egy, 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 egy magánember életében, de megtörtént a felelősségvállás. És hogyha itt komolyan gondolnák ezt a dolgot, akkor tényleg most egy egy ilyen össznemzeti összefogásra lett volna szükség, és azt mondani, hogy mondjuk az ellenzéki pártok, az ellenzéki influencerek, a, az egyébként jobboldali influencerek is, akár kerekasztal beszélgetéseket. Üljünk le, ez az ügy rávilágította arra, hogy vannak még mi mindig nagyon súlyos problémák és nagyon súlyos bűnök. És beszéljük meg azt, hogy hogy lehetne a gyermekek védelmében előrelépés mm -hmm. hozni. Na az valóban egy ilyen felelős cselekedet lett volna. De nem ez történt, hanem nyilvánvaló volt, hogy persze nincsen DK logó, de mégiscsak a, 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 mégiscsak a DK érdeke fog érvényesülni. Tehát mm -hmm. ez várható volt. És ez még akkor is így lett volna, ez azért az ő az, az mentségükre mondjam el. Ha valóban a szervezők, a Bocsányi-Dedina sem akart volna ebből politikát, hanem tényleg csak a jó szándék vezérelte volna őket, akkor is politikolható borítikolhat, volt, hogy ezt valaki politikai haszonként be fogja csatornázni. Tehát a politika így, így működik. Nem véletlenül volt ott Dobrev Klára, illetve Karácsony Gergely és egy csomó más politikus, talán még is ott volt. Még Sikerült annyi... ez becsatornáznia az ellenzéknek? De ez még folyamatban van, tökény. de még annyit hát tegyek uh -huh. ezt hozzá a Robi monológiához, hogy a Lukács Adorján, Emlékszünk, amikor a Meseország mindenkiével folytatott egy vitát, és azért nem emlékszünk rá, mert ez a vita soha nem került ki. Azért nem került ki, mert ez nem. Sőt, egy... Ki is a műsorvezetőt. Az Igen. nem, egy, az nem egy vita, az nem egy interjú volt, hogy az egyik fél letiltathatta, az egy vita volt. Nyilvános vita. Ez egy nyilvános ütés, azt az történt, hogy Adorján, sőt, még csak csapdába sem csalta a Meseország mindenki szerzőjét, hanem a nő elmondta, hogy Hát igazság szerint ő soha nem olvasta a gyermekvédelmi törvényekről. És ő elkezdte a szokásos mantát a gyermekvédelmi törvények kapcsolatban, hogy kénekezt, ő homofób, összemossa és a többi, és Adorja megkérdezte tőle, hogy egyébként hadd kérdezzem, meg olvastad ezt a törvényt, vagy tudod, hogy mi van benne, és mondta, hogy... Hát nem. A, De ennek ez, ez elment, és minden nemzetközi fórumon szégyenítette az az Ez a Szegedi, mm. Szegedi, Egyetemen történt, Igen, azt Igen, hiszem Igen, az Igen. ő érdekeltségbe tartó egyetem tévén, ahol a műsorvezető Tikvicki Dórat emiatt kirúgták, Tisugták, mert, ki, mert kiderült, kikerült egy videó részlet. Nem tőle, vagy nem tudjuk, hogy honnan, de kirúgták emiatt. És akkor arról beszélünk, hogy itt nincs vélemény, mert hogy ez. De akkor én elmondom, hogy honnan, hát most ne legyen már titok, hogy nem, ezért ki, hogy nem tudták. Hát, hát onnan, nem hogy nyilvánvalóan minden része ilyenkor kap egy piszkozatot, ami megnézheti a beszélgetést. A, a minen mindenki társzerzője, letiltatta ugyan, tehát nem hoztam nyilvánosságra az egyetem TV, de Adoljának is volt egy példánya ebből, és föltette a TikTokra belőle egy részletet. Nem titok ez. Én nem persze. tudom, hogy hol, azért már nem tudom, hogy hol, hogy honnan került ki. A lényeg az, hogy itt, itt ne beszélj már gyermekvédelemről, amikor nem olvassák a és azt mondják nekem, hogy, hogy ez rossz fényben tünteti fel a melegeket, mert megtiltja őket miben is korlátoz ez a törvény bárkit is. Azt mondja, hogy hogy bemenjenek az iskola és órát csak miért akarnak iskola? Hát nem. Hát akkor meg miről? Tehát egyszerűen nem értem. Ez annyira egy, egy ilyen a saját farkába harapó kígyóról beszélünk, hogy azt már nem lehet szavakba önteni. De engedjük el most ezt a témát, szerintem akkor még uh, igazából csak az, arra akarok uh, rákérdezni, hogy a Osvárd Zsoltinak a, a tüntetés szervezés előtt már neveket akart, hogy a tüntetés szervezése közben neveket akart mondani, hogy ki az, aki nem hajlandó uh, velük menetelni. Ez Black Lives Matter. Ez Black Lives Tehát egy az is, el, el is már valamelyik nap, hogy, hogy ezt a taktikát láthattad már azoknál a szerveződéseknél, amelynek az élén a demokrata párt, ugye a demokrata párt élén meg, hát egy, egy gyerekszaglászó pedofil van jelen pillanatban. Mm. Tehát már ez is egy ellenmondás, És uh, ugye mit láthattál? Tehát a BLM kapcsán, aki nem volt tehát térdej le, térdepej, vagy ha nem térdepez, akkor rasszista vagy. És nyilvánvaló, hogy nem attól lesz valaki rasszista, vagy nem rasszista, hogy egy ilyen mozgalomnak fejet hajt, vagy nem is enged a kényszerítésnek, de mégis el tudták ezt térni. Tehát ez a, ez a, ez, a, ez a lelki terror, ez a média terror, ez a, a jó barát teszünk a rosszba, ez a Black mm. megvalósulása és mindez kényszerítése. Tehát milyen duma az, hogy, hogy arról kezdve beszélni, kik voltak azok, akik nemet, kinek mi köze van hozzá. Tehát ők egy kezdeményezéssel megkeresik a hírességeket. Én egyetlen egy hírességet sem támadtam azért, mert mondjuk részt vett ezen a megmozdulásban, vagy a nevét adt hozzá, mert van köztük olyan is, aki egyébként azt sem tudja nyilvánvalóan, hogy mihez kérték a nevét. De ez nem gond. Bárki bármit támogathat. Nincs ezzel baj. De hogy lehet valakit megszégyeníteni nyilvánosan? És az, hogy olyan kényes ügyben, ahol tudod jól, hogy már úgy átírták a közhangulatot, és úgy, úgy, sikerült nekik egyébként eladni ezt a, ezt a sunyi dolgot, hogy mindenki, aki, aki a jobb oldali, az most már pedofil, mm -hmm. meg, meg hogy nyilvánvaló, hogyha most valaki egy sztárról, valaki azt megírja, hogy na ez a XY nevezetű híresség nem volt hajlandó eljönni és Osvágy Zsolti mögött kiállni a színpadon. Akkor az nyilvánvaló, hogy percen belül már pedofil. Mm -hmm. Tehát ez nem kérdés. A Körtiszt azért, a Körtiszt azért nem értem, mert a Körtiszt akkor is vállalta jobboldali volt, amikor mindenki más még hallgatott, és ebből nem kellene, hogy gond legyen. Hát a költiszt nem a politika építette fel, hát a költiszt, amikor a legutóbb szabadtéri koncertet adott Maikával a Hősök terén, ugyanezen a helyszínen, hm. egy ingyen koncertet, egy, egy nyári délután, ó, kétszer ennyi ember volt, mint most a tüntetésen. Oh, most... És de csak ott fejezem be, a Körtis akkor is jobboldali volt. Akkor is jobboldali volt, amikor ő már a csúcsom volt, de nekem nem volt. És most, amikor a leggázabb volt azt mondani, hogy tégen is jobboldali, ő akkor is kimondta. És mi van akkor? Az ott jelenlévők közül hányan voltak, akik nyíltan támogatták már Pétert? Mi, nem nem felróható az sem. Tehát nyugodtan támogat, nincs ezzel gond. De hogy van az, hogy már Zaj Péter nyílt támogatásáért nem jár semmi, már hogy nem tesznek tönkre, viszont onnantól kezdve, hogy te azt mondod, hogy, hogy én jobb oldali vagyok, akkor onnantól kezdve viszont te már elpusztítható vagy, megalázható vagy, és nem, még csak nem, is a Tóth Gabiról, mert ugye Gabinak voltak olyan dolgai, ami, ami nem nehezítette meg az ő dolgokat, nem, igen, maradjunk igen, igen bon. de hát a Kürtisz az a Költész ilyen volt húsz éve is, mint most. Uh -huh. Tehát azokat, akik most akarják neki elmondani a, a drog problémáival, vagy a, a, a bohém életével támadják, hát a Költész ilyen volt húsz éve de is. De ne haragad, nem hogyan, hogyan tehát, milyen az, mert ezen már felhúzom magam én, én is. És egy mondat, csak befejezem, de nem csak Költészekről volt szó, hanem egymással, akik. Hát, ő ő ő egyébként, akár. Ne, igen, pontosan nem politizáló De, 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 de is. Figyelj már, hogyan ne beszélhetnek, a, hogyan próbálják Költészre, most Költészek a drog problémáiról, mit gondol, ez egy teljesen másik dolog, de az, aki hétfőtől Péntekig a drogliberalizáció mellett kampányol, az hogyan jön ahhoz, hogy megszóljon Körtiszt, aki drogozott. Nálam ez, nálam ez az ellentmondás, illetve menjünk már tovább. Ugye azt mondod, hogy Black Mirror résznek az, az egész Black Lives Matter most nem akarok párhuzamot vonni, mert nem akarok párhuzamot vonni, de emlékszünk, amikor a, a, méről, ami a BLM, amikor a BLM-nél is adakoztak az adományozók, akkor a, meg a részvők, akkor hogy, hogy nem a, az egyik szervező egy luxus világ vett valamelyik gyönyörű ne, szép. Ne, 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 ez ne. Nem fogok ebbe ne belemenni, be mert, 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 mert ezzel, azt a látszatot keltjük, hogy mi azt gondoljuk, hogy a, az ott kapott adományokat, meg a később kapott adományokat, a szervezők kell, hogy ilyen szó Nem mondok, hogy ellopják, tudod, hogy az adomány? jó hiszemű igen, az diktálja, hogy, hogy, hogy becsületes és valóban De segítenek. De az, az adomány, az melyik alapítványhoz, mond. Robi? Nem tudom. Egy Jánbor Andráshoz köthető alapítványhoz került. Az ő egyik, ott valakinek az élettársa, az köthet, bocsánat, Jánbor András alapítványának ott a tulajdonos élettársi köréhez köthető az egész kör, ahová ment ez az egész pénz. Tehát én nem azt mondom, hogy ellopják, csak azt mondom, hogy minimum, hogyha erről, erről az adományozásról, mert ilyenkor úgy tűnik, úgy működik jogilag, hogy jegyzőkönyv kell, hogy készüljön, akkor én ezt a jegyzőkönyvet azért átnézném, hogy legalább minimum legyen publikus. Hadd legyek most az az Ádám, mert te készítettél is erről egy adást pár hónappal ezelőtt. Hogy végignézzük itt, hogy Jánbor András alapítványa, Gulyás Márton, amerikai követéséről érkező pénz. Ö, hol van itt a hálózat? Nem akarom azt mondani, hogy itt most akkor a, a mindenki tereljük el ebbe az irányba magát az egész botrányt, hogy ne is én is az ügy így szólt használjam. De azért itt a tüntetésnek a számláira én kíváncsi lennék te. De... De hol látod ennek? Kicsit beszélj arról, a, kérlek, amit a videódban is föltártál, hogy, hogy a, a, fókuszcsoport, a partizán, Osvárd jó, ez most, ezt nem tudom röviden kifejezni, igyekszem összetömöríteni a szükséges információt. Annyi a lényeg, hogy ez egy tavaly augusztusi videó. Tavaly augusztusban, meg én azt már jóval korábban elkezdtem figyelni ezeknek az influencerek a mozgását. Van egy, van egy influencer közösség, hogy ők magukat építették fel, azt nem vitatom. Fókusz Ádám, a fesztivál hiénáskodás és a, a különböző más produkciók a magatok Egy olyan stúdióban dolgoznak, egy lakást bérelnek, azt hiszem hatan, heten influencerek. Ebbe a körbe tartozik Vidmen is, illetve talán még más nem politizáló influencerek, akik inkább a szórakoztóiparban vannak, de ez egy kör, egy hmm. baráti kör. És ezt most tegyük félre, konstatáljuk, hogy van, ez létezik, oké. Okay. Emellett ott van még a Gulyás Marcinak a teljes konglomerátuma. Tényszerű, hogy az ellenzéki politikusok nem tudnak választást nyerni, mert nem tudnak választást nyerni. És ez már bebizonyosodott az elmúlt talán 14 év alatt rengetegszer. Na most Amerikában, az amerikai minta alapján az influencerek sokkal nagyobb hatást tudnak kifejteni. És nézzük meg, hogy mi történt itt is. Gulyás Marci honnan kapja a fizetése jelentős részét? persze bizonyára az adományozók dobják össze neki azt a x10 millió forintot, amiből jön a stúdiót, egy olyan produkciót lehet működtetni. Ha ezt, aki ezt elhiszi, az inkább menjen haza és gondolkodjon azon, hogy milyen színű a kék, az a neki való feladat. De hogyha tovább megyünk, nézzük meg azt, hogy David pressman az USA-ból fizetik hivatalosan. Gulyás Marcit szintén az USA-ból fizetik hivatalosan. Mind a olyan tevékenységet folytatnak, ami, a, ami az ellenzéknek kedvez. Lehet, hogy nem pártpolitizálnak, de tényszerűen az ellenzék malmára hajtják a vizet. És ezt Marci még büszkén is van, hogy igen, én, de én vállalom, én nem titkolom. Igen, nem titkolod azt, hogy a CIA egyik alapszervezetétől kapta a kamionos turnédra a pénzt, ahogy azt sem titkolod, hogy az usa Biden kormányától kaptál ösztöndiát. De hát ez ösztöndiát miért ne lehetne jó? Ahogyan Pressman is osztja a dollárt rendesen. És nem sorosozni akarok, itt külön nyugati amerikai érdekről beszélünk. Ez nem ennek sorosnak ebben a történetben még nincs szerepe, vagy legalábbis nem tudom róla, hogy lenne. Mi történt? Nézzük ezt a két szállat. Mind a kettő Amerikához köthető. Pressman is, marcis. is. És az ellenzéki narratívából indulok ki, akik azt állítják, hogy én azért gondolom azt, mert szerintük engem a Fidesz fizet, és ezért gondolom azt, amit a jobb oldal általában úgy mm -hmm. globális, globálisan gondol. Viszont amikor azt látjuk, hogy valakit az amerikaiak fizetnek, akkor feltételezhető, hogy ők nem azért gondolják azt, mert az amerikaiak ezt várják tőlük. Csak ezt azért tegyük mérlegre. Menjünk tovább. A Partizán Gulyásmarci Marci kamionos turnémt a CIA alapszervezete fizetett, az meghívta a különböző influencereket. Raven Crocs Bandi, Raven Crocs politikailag nincsen súlya. Ő egy renter. Most, hogy ki mit gondol róla, az egy másik kérdés, de neki politikai súlya nincs. Ő nem is kezdette a politikai kampányt, hanem ő Marci mellett kapott egy saját műsort, egy beszélgetős műsort. Miért? Feltételezem azért, mert Marci azzal, hogy behívta magához, és politikáról beszéltek, az ő véleményét politikai szinten relevánsá akarta tenni. Uh -huh. Ez nem jött össze neki, láthatjuk már nem is nagyon szerepel nála. Igen. Ez elbukott ez a szál. Ott van csoport, ők az ászlós Egy 11 fős stabil stábot működtetnek, és elnézést kérek, egy 11 fő stáb produkciós menedzserrel, kreatív vágókkal, hangmérnökökkel, profi fénytechnikusokkal, és még a háttéremberekkel, turni szervezésekkel. Hogy mondjam, abból a pénzből, amit ők összekalapoznak, abból nem jön ki. Aki, aki dolgozott már médiában, az tudja, hogy csak ez a mikrofon beszélsz, egy mikrofon, egy olcsó mikrofon mennyibe kerül. És ott olyan technikával dolgoznak, amiket egyszerűen egy közember nehezen tud megfizetni. De a Twitch-en nem valószínű, hogy összeadják a nézők. Nem valószínű, hogy összeadják, és emellett fókuszcsoportnak még van két másik csatornája, illetve egy felkarolt lány, akit szintén futtat, aki Igen, politikamentes videókat Igen. csinál, és szintén megtörténik ez. És valahogy, ott van ez, ott van Azaria, igaz? Azaria is, aki David Pressman meghívta magához, a partizán után, a partizános interjú után pedig konkrétan kijött egy kormánykritikus számmal. Az a szám nem volt kormánykritikus szerintem, vagy rendszerkritikus sem, de volt benne ilyen hang, mint a legtöbb zene számban, ami azért ez, ez, benne van. De hát egy hobóban is mindig van egy ilyen... Mindig van benne egy rendszerkritika. De figyeljük meg, az a különlegesség ebben, hogy a teljes baloldali ellenzéki sajtó, konkrétan ugyan majd, hogy nem ugyanazzal a címmel hozta le, hogy már pedig az a kormány kritikus. Tudatni uh -huh. akarták a közönség, hogy mi történt. Ugye, és amióta ez a fókusz csoport partizán száll összeér, nagyon gyakran, az sosem láttuk, nagyon gyakran látjuk Jakabot, a Tóth Jakabot, a partizán, a partizán egyik alvezérét fókuszcsoporték mellett szerepelni. Már-már amolyan tartót is szerepet tölt be mellettük. Úgyhogy most, hogy ez, ez hogyan történt, meg hogy hogyan került két fesztivál hiény, aki amúgy rendvideókat és reakcióvideókat csinál, hogyan került a Magyarországon tevékenykedő legnagyobb amerikai érdekeket szolgáló influencer vagy média konglomerátummal egy kapcsolatba, azt nem lehet tudni. Bizonyára nem felvásárolták őket, és bizonyára nem szponzorálják, és még csak kérdezni sem merem, mert nincs erre bizonyíték. De tényszerű, hogy egy akkora stábot működtetnek, amiből a, hogy is mondjam, tehát ennyiből ez, ezt nem, amit ők összekalapoznak, azt nem tudod ennyiből működtetni. És menjünk tovább. Ott van még, ugye ki van még ott? Vidmen. Vidmen egy nagyon-nagyon-nagyon jó videós, abban azt hiszem, hogy nagyon szórakoztó. Fókuszcsoportékkal egy épületben tevékenykedik, egy hm. stúdió van, közös műsoruk is van, az egyik a kisebb sráccal, a bajszossal. És mi történik? Amikor Vidmen elment a partizános interjúba, Vidmen soha nem politizált. Hirtelen partizános interjú után készített egy kormány kritikus videót. Hogy ez most teszt volt-e, vagy próba, hogy hogyan reagál, hogyan rezonál a közönség? Aha. Érdekes. Viszperton. Viszperton Igen. az egyik legkárosabb tini influencer, mert nem képvisel semmit, csak a felesleges, azt, azt a fajta nyugati konzumizmust, amit egyszerűen nem tudsz hová tenni. Menjünk tovább. Visperton egy partizán, egy politikai közösséggel nem rezonál. David Pressman őt is meghívta, és azóta, hogy David Pressman meghívta, azóta valahogy sokkal aktívabb szerepet vállal a társadalmi trendek formálásában, a Pride-okon, és sokkal aktívabb szerepet vállal abban is, hogy ő úgymond egy kultúraváltást hajtson végre. Miért? Mert Visperton lehet a kulcs ahhoz, hogy mi történjen a, a jövő generációjával Magyarországon. És még van egy ha nagyon fontos szál, a dancsó szál. Dancsó alanyi jogon gyűlölő Viszperton szerintem. Készített róla két videót, és nem ilyen, csipkelődős, cink, cinkelős videót, ahogy mit egymást szoktuk csipkelődni, olyan videókat készített, amit félmilliós nézettséggel konkrétan Viszpertonnak a hitelességét. De no is beleszállt, meg Danchor, tegyük hozzá, Én... hogy ezelőtt tizen pár évvel a jobbik a tartott előadásokat. Őnek ma... Ő neki mindig volt egy jobb oldali fel. Ez már kizaj mellett is volt egy-két egy, egy felszólalás. Voltak de persze is elhajlásai, de, teljesen de mindegy. A lényeg az, hogy amikor Dancsó Viszperton ellen felszólalt a Partizán, a hozzá nem köthető fókuszcsoporték, és Pottyondi Edina egyszerre jöttek rá, hogy Dancsó már nem is vicces. Kollektív támadás, és azt is Marci is elmondta egy beszélgetésében, hogy ők próbáltak meghívni Dancsót, de az három ügynökéből az elsőig jutottak, és az volt a válasz, hogy köszönjük, Péter nem kíván részt venni semmiben. Érdekes, hogy pont ekkor kezdték el mind a hárman támadni, mert amikor összerakod ezt az én videómban, nem mondom, hogy a jövőt láttam, vagy megjósoltam, vagy kinyomoztam, mert ez nem igaz, ez csak elmélkedtem az hogy mi lenne, ha. De milyen vicces, hogy azok, akik ebben a videóban össze szerint egy hálózat, aminek a közepén az amerikai követség áll, azok most ugyanezek az emberek egy színpadra álltak. Uh -huh. Véletlen? Amerikai példát is hoztál itt, meg ott is láthatjuk, hogy influencerekkel próbálnak kampányolni. Ugyanakkor Taylor Swift hiába állt ki, például 16-ban is Trump ellen, akkor még Donald Trump tudott nyerni. Tudnak, tehát szavazatokra váltható a, a nézettség? Vészben, de, de túl van az értékelve. Tehát eh, itt is azt láthatjuk szerintem, magyar, maradjunk először a magyar példánál, uh -huh. jó? Tehát az influencer ö, ö, fennhangok, kiállások, videók, azok, azok rövid távon nem válthatóak szavazatra. A tüntetés kapcsán is ugye azt láthatjuk, hogy inkább arra alkalmas, hogy az a média, az a mainstream média, aminek viszont még mindig hatalmas ereje van, annak jó témát ad arra, hogy a cikkekkel hangulatot keltsen. Tehát hangulatkeltésre igen, de konkrétan arra, hogy most kiáll, Osvágy Zsolt is azt mondja, hogy te szavaz XY-ra, vagy ezt megteszi mondjuk Viszpáltan, vagy akárki, nem fognak arra szavazni. Tehát általában egyrészt a korosztály különbség miatt sem, mert hogy itt mégiscsak azért a, a Berskából, meg a, a toborozzák az többségüket, azoknak, akik ezeket az embereket követik, vagy példaképként tekintenek rájuk. Másrészt meg meg számtalan helyen, hogy te is amerikai példa kapcsán célosztára, nem jelennek meg ezek a szavazatok egyébként. Tehát valamiért, valamiért, attól függetlenül, hogy te mondjuk követsz egy influencert, hogy akár még hajlandó is vagy egy, egy rendezvényen részt venni, nem biztos, hogy elfogadod tőle parancsként azt is, hogy ki lesz. Tehát lehet, hogy neked megvan a saját kialakult politikai nézetet, ha mondjuk felnőttként nézed ezeket a influencereket, és nem biztos, hogy ki tudnád téged ebből hajtani, Viszont tény, hogy ugyanezt a kérdést feltéve, mert teljesen más adnék négy vagy nyolc év múlva. Uh -huh. Mert eddigre viszont ki fog termelődni egy olyan választó, vagy szavazó réteg, aki viszont tényleg úgy szocializálódott, hogy szentírás, amit ezek az emberek mondanak. És négy vagy nyolc év múlva érdekesebb lesz. És szerintem egyébként hosszú távra terveznek azok, akik, akik ezt az egészet finanszírozzák, és Körülbelül ez az én hogy én nem gondolom, hogy mindenkit az amerikai nagykövetség utasít arra, hogy mit mondjam, vagy, vagy mit tegyen. Szerintem nagyon sokan inkább a meggyőződés kategóriába tartoznak, de tény, hogy a mozgató, rugó emberek és a koordinátorok azok, azok valóban tagadhatatlanul amerikai kapcsolatokkal rendelkeznek, és nyilvánvaló, hogy ahogy Magyarország történetében nem is tudom, hogy volt-e hasonlóan erős befolyási próbálkozás amerikai részéről, mint amiket most napjainkban élünk, mert tehát azt gondolom, hogy a viselkedése az, az mindenképp botányos, amit Magyarországon elkövetett. Nem, hogy beleszól, hanem alakítja egyébként a háttérből a, a magyar belpolitikát. Egy nagykövetnek ez nem dolga. Uh -huh. És egyébként amerikának sem dolga az, hogy egy szövetségesének a belpolitikáját ilyen mértékben megpróbálja befolyásolni. És ez leplezetlen. Tehát amikor amikor nyilván az ember ilyen szavakkal dobálzik, hogy CIA, akkor ez hát sokakban így, hogy nem, nem, Kém áll, gyereke, de nem áll, fel, igen. igen. De a valóság az, hogy például, amikor Ádám arra céloz, hogy a kamionos balhé mögött a CIA egyik alapszervezete áll, mint, mint szponzor, hát ez, ez, nem egy elmélet. már erről ki. maga Gulyás már az posztolt egyébként, igen. Érted, ja, tehát, tehát, hogy, hogy és, és, az összes többinél is, és, és tudod, az a baj, hogy, hogy ha valamit jól csinál a liberális oldal, akkor azt, hogy nagyon jól tud megbélyegezni, sajnos. Mindenkit meg tudnak bélyegezni. És például, amikor CIA-ról kezd beszélni, vagy amerikai befolyásról, akkor nyilvánvalóan egy bőjnek az oroszok. Hát és az oroszok, és orosz pártiak is vagytok. És nem értik meg, hogy az ideális az lenne, ha sem orosz befolyás, sem amerikai befolyás nem volna Magyarországon. És az, hogy az ország... Külpolitikájában, már nem vannak ezek a szállak, hát az azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, de legalább a belpolitikáját az országnak ne próbálnak befolyásolni ezek a tényezők. És igen, nagyon sokszor bizonyos emberek úgy, úgy válnak tagjává ennek a hálózatnak, hogy valójában nem tudják, hogy ők a hálózat tagjai. Tehát most ki ez, ez, ez a csoki, a, 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 milyen nevük pontosan? Fókuszcsoport. Nem, nem, a jó van az így, az a műsor, és a fókuszcsoport a csatorna neve, vagy... E, most mindegy. már van külön csatorná, jó van de az mindegy, is, de a mindegy, adon, de most negy. meghallgatod, meghallgatod ezt, 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 ezt a csokit, amit ott, mond meg minden is, hogy oda most, hát tényleg szörnyek járnak, csak nem azok, akik ők gondolnak, hanem a szörnyek közül néhány ott a hátuk mögött áll épp a színpadon, de meghallgatod, és rájössz arra, hogy ez a srác, ez, ez tényleg azt gondolja, hogy ő most a jó oldalon hogy itt old, tehát van jó Igen. és rossz, és ő a jót választotta, és mindenki más, aki nem ezt választotta, az a rossz oldalon. Mm -hmm. És hány éves lehet? Most tényleg nem, nem nem bántás. Hány éves lehet? Ezt ezt csak 20, 20, 20, és 30 között 20 és valahol. 30 között. Ugye? De inkább a 25-höz közelebb. Igen. Tehát 20-es évei elején. 20-es éveim elején én is nagyon sok mindenben máshogy láttam a világot. Még csak föl sem róható neki. Valószínűleg, hogyha én most 20 éves lennék, most 36 vagyok. Ha most 20 éves lennék, akkor valószínűleg én is azt gondolnám, hogy amióta én nagyjából tudok a világ történéséről, azóta van egy rendszer Magyarországon. És mint minden, minden fiatal, azt mondom, hogy én a rendszerrel szemben harcolni, lázadni akarok. És mindez a körítés, amit ehhez a mainstream média lefest, bennem is fel kell tenni azt, 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 a, azt a belső vágyat, hogy forradalmálkodjuk mm. a rendszer ellen. Tehát ezt ehhez, ehhez, nem kell Amerika. Az egy más kérdés, hogy a, a, Marci esetében Amerika már bent van a szobába, és ahol Marci segít, ott Amerika segít, és ahol Marci narratívát osztott, Amerika osztja a narratívát, ez kétségtelen. De, de, én ezekre a srácokra nem tudok haraggal gondolni ebből a szempontból. érted, hogy miről beszélek? Persze, fókuszoport nem, 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 viszont nem, nem is látját. Sőt, de ő, nem is, ő nem is mondott beszélek. de Hogy mondott? Nem csak a Csoki mondott, hogy nem tud. Oka van annak, Igen. hogy mert ő ő nem tud. Ádám nem tudott mert ő jó, nem de azért ne haragudj, hogy Csoki is nyugodt az, amit meg elé nyomtak azzal a beszéddel. Értem, de legalább, de legalább ebben az Ádámban volt annyi felismerés, és ez megint csak nem bántás, hogy ő például nem alkalmas a kommunikációra. Hm. Ez látod a videóiban is, és egyszer, mikor, mikor szóba hoztam neki, hogy, hogy szavanként kétszer megvágják a kaszit, hogy én ezzel bántom. De nem, hát, hát neki a kommunikáció nem ő az egészséges. Ettől még ő. Ő lehet tök aranyos, tök szerethető, de legalább ezt a tényt felismerte, és nem csinált magából hülyét. Uh -huh. Tehát hogy ezzel sincs gond. Csak hogy nem tudom, hogy mi lenne a helyes út, amikor amikor a fiatalok a, a, a rendszer ellen forradalmiságukban, hogy hogy ismernék azt fel, hogy oké, okay, én elhiszem, és én ismerem ennek a rendszernek a hibáit, sőt, tehát én, én kritikus is vagyok, nagyon sok hibája de el tudod képzelni, hogy mi lenne, ha ezt, az, ezt a rendszert átadnád egy másik rendszernek az irányítás, és hogy mi történne? Tehát, tehát még azt sem tudom kívánni, hogy legalább csak egy cikluson keresztül tudjátok meg, hogy mi az, ami, ami amit hatalomra akartok segíteni, és nézzétek meg, mi lesz belőle, mert olyan időket élünk, amikor egy ciklus is öngyilkosság lehet. Uh -huh. És én például, hogyha ha még ennyi belefér, ennyit elmondjak, én ugye akkor, akkor volt a YouTube-on egy év videómnak két-háromszázezes megtekintése, nem fényezés ez tény, 2017 környékén, amikor azok az emberek, akik most verik a velüket, hogyha videójukat megnézik 200 ezeren, és kiteszik minden, hogy köszönjük nektek, a Partizán, és akkor elmondtam, a Partizán legutóbbi már 200 ezeren nézték meg x ezer dollárból. de mindegy, és én nagyon sokan, engem szerettek, tehát én nem voltam egy gyűlölt figura. És amikor, amikor voltak mondjuk élő adások, ahol, ahol, a közönség kérdezhetett, és amikor közéleti kérdést tettek fel, én mindig úgy próbáltam válaszolni, hogy ne leplezem le teljesen a, 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 politikai orientációt, mert nem tartottam egészségesnek befolyásolni fiatal követőket, de mindig lehetett érezni, amikor József Attila kapcsán a kommunistákról beszéltem, vagy, vagy rengeteg ilyen kérdés, vagy amikor a hit kapcsán beszéltem a jobb oldaliságot, de tény, hogy amikor volna bekopogtatott annak idején az első politikai influencer, Dolgával, ő volt az, aki a, a YouTube-ra vitte a politikát, ezt azért el emlékezik el, csak már mindenki elfelejtett, Ő volt az, aki megkérdette a nagy, nagy YouTube-ereket egy felhívásban, hogy nagyon fontos, hogy az ország dolgai érkezzenek el munkákod, uh -huh. és akkor akkor érkezett meg a, a, a magyar politika a YouTube-ra, és uh -huh. akkor én nem sokkal később volt is egy vitám a Gáborra, utána jó kapcsolatba kerültünk, de hogy én abba hagytam azt a fajta videózást, amit korábban csináltam, mert azt éreztem, hogy onnantól kezdve, hogy én felvállaltam nyíltan egy politikai szimpátiát, egy ideológiát. Onnantól kezdve nem tehetem azt meg, hogy úgy teszek, mintha mi sem történt Aha. volna, és bárkit arra kényszerítek, hogy engem ezen az úton kövessen. Tehát, hogy ez egy személyes választás. Tehát, hogy, hogy nem tudom érteni, hogy mire akartam szírozni, hogy hogy az influencerkedésben, és abban, hogy az influencernek van véleménye, politikai véleménye, meg politikai szimpája, abban nincs semmi bűn. Csak, csak érdemes volna felelősségteljesen gyakorolni ezt a dolgot. Mondjuk. hogy reflektálják erre a mondatodra, mert ez nagyon fontos, amit mondta, hogy egy influencernek milyen politikai felelőssége van. Megnéztem a Fúkós csoport Ádámék egyik videóját, a, az egy másik produkció, a, nem úgy hiszem a neve, ahol ilyen kerekasztal beszélgetéseket igen, folytatnak igen, igen, igen. velük Kusaira, rá, meg én azt, az egy rá, másik lap. Igen, én annak nem. az első adását néztem meg, ahol a Tatár Csilla volt benne. Ő egy baloldali, úgymond társadalmi influencer, de én ezt inkább úgy nevezem, hogy ezt a soft vókot nyomja. És ott volt Harry Kettner, akit fókuszcsoportádán mondjuk páradásra korábban a földig alázott azért, mert. De most, most én mit gondolok Harry vagy Tatár Csirá, teljesen indiferens ebből a szempontból. Egy nagyon-nagyon erős mondat hangzott el abban az adásban, ami talán a teljes baloldal, a teljes vók, vagy teljes liberális oldal narratíváját magában foglalja. Harry Kettner politikai szerepvállásáról beszélünk. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy Harry politizál-e vagy sem. Általában a üdítőket szokott reklámozni, tudtam. már. Pontosan, tehát ő konkrétan ezt csinálja. És Tatárcsilla felkérdezte őt számon kérő hangsúlyjal, hogy, hogy miért nem. És de nem érzed úgy, hogy neked hatást kellene kifejtened a, a nézőidre? Vagy nem érzed? És olyan szavakat az már rég volt, ez nem biztos, hogy pontosan tudom idézni, de arra utalt, hogy nem érzed azt, hogy neked befolyásolni kellene a nézőre. Egy ilyen utalás volt az, össze, az egész mondatában. És arra gondoltam, hogy hogy itt vannak a kritikus gondolkodás élharcosai, akik folyamatosan azt várják el, hogy te kritikusan gondolkodj, ellenben azt is elvárják, hogy te, ha már neked nagy számú követőtáborod van, te befolyásold a követőidet, és a kritikus gondolkodás számomra Picit azt sugalja az ő olvasatukban, hogy az a kritikus gondolkodás, amikor te azt kritizálod, amit szerintük kritizálni kell. És amit mondasz, Robi, hogy, hogy ezek az emberek csokék, meg fókuszcsoport, reméljük, elhiszik ezt, de az, hogy te változni tudtál, annak az az oka, hogy te hajlandó voltál kommunikálni, hajlandó voltál nyitni a világ felé ezek az emberek szóba sem állnának olyanokkal, akik nem azonos véleményen vannak, és nem azért, mert félnek, vagy mert gyávák, hanem mert az ember, vagy nem azért, mert félnek tőled, vagy tőlem, vagy Ábeltől, azért, mert az ember genetikailag fél az ismeretlentől. Ők soha nem tapasztaltak még olyat, hogy valaki más gondol, és az a baj a baloldali narratíva, te mint jobboldali, vagy mi mint jobboldaliak, ha történik valami jobboldali botrány, lásd Novák lemondása, Tudjuk, hogy ez ha valaki erről beszél, nem minket támad, nem engem támad, hanem az egész botrányról beszél, és ezt nem érzed személye, nem vagy személyesen sértett ebben. Ellenben, amikor egy baloldali ideológiáját támadod, magát a baloldalt, annyira náluk, annyira az identitásuk részévé vált az ideológia, hogy személyes támadásnak veszik azt, amikor egy konkrét esetről beszélsz, és ha figyeled a reakciókat, rendesen megsértődnek rajta. Ez a különbség. Amúgy az gyakoribb, hogy Ádám is, én is, te is, egyébként nagyon sokan, hogy mindig baloldalról én Nincs, nincs baloldal. Tehát, hogy, hogy valamik nem hallgattam a krausztamást Tamást, és akkor eljöttem, hogy hát az utolsó baloldali ember az a krausztamás volt. És becsukta a kaput. Tehát ő tényleg baloldal. Jó, a, akkor nevezzük, globa, nevezzük globalistának a, nem, csak... A, a szélső liberalizmus felfalta a mérsékelt liberalizmus, és felfalta a baloldalt is. Ez tény. Jó, hát most ne, nem jobb oldalnak, és ne, bocsánat, globalista és nemzeti oldalak nevezhetjük, a gyakori, csak ugye a bal oldal az egyik. is kritizáltam, amikor ezt szóból szám, csak világos a, a ugrott be, nem hmm. tudom, hogy hogy, hogy szokta egyébként hallgatni, követni. Az öreg egyébként, mert hogy majd ez a jobb bal szemben állás, hát én én, igen, én, jobb oldali gondolkodással rendelkezem, és a, mégis a Krausztamás törőben hallgatom, mindig pedig ő egy, egy marxista baloldali beállítottságot. Jó, most a, a szám. bal oldalon is vannak olyan elemek, amik a jobb oldal átvette, és a jobb oldalon is vannak, amiket a bal oldal vet. Tehát, tehát ez, ez nem egy. Nem egy ilyen teljesen börtöktől való dolog. Ez, ö, ezt is ki vesézni egyszer, hogy van -e egyáltalán érték a bal oldalon, mert ö, szerintem egyébként nem feltétlenül mindent tőlünk vettek, de ezt majd egy másik adásban. Egy utolsó kérdése, egy ö, rövid válasz, nem tudom, lehet -e adni, de így, Robi mondtad, hogy te attól félsz, hogy négy de vagy nyolc év múlva, Négy vagy nyolc év múlva nem tudod, hogy szavazatokra lehet-e váltani ezt az influenza És Ez a kérdés. Négy vagy nyolc év múlva lesz a világ? Hát reméljük még lesz, és reméljük még lesz, lesz módunk itt erről beszélgetni akkor. De ez a kérdés mindkettőtök szól tényleg, hogy mit lehet tenni az ellen, hogy négy vagy nyolc év múlva ne tudjanak győzni azok, akiknek most az agyát mossák. Ne, azok a szavazatok ne tudják bedönteni az egész országot. Először Robi, és aztán Ádám. Én nem feltétlenül a szavazatokban vagy kormányokban gondolkodom, négy vagy nyolc év, hogy mit kell tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy itt többről van szó, itt nagyobb a tét, mint szavazatok, vagy kormányváltások, vagy politika. Itt azt gondolom, hogy egy, egy olyan ö, a kultúrát, a, 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 a nem tudom, az alapértékeket, a, a tényleg a minden örökséget támadó valamivel állunk szemben, és azt nem feltétlen most a, a csak a magyar viszonyokra gondolok itt. A nyugati világ ámblokka az egész. Az egész. Egy olyan szellem igézte meg a nyugati világot, hogy hogy szerintem, hogyha nem hallatják minél jobban a hangokat azok, akik egyébként, akiknek még van hite, van gyökere, van múltja, és tartoznak valahova, akkor, akkor teljesen felfognak, vagy, vagy el is felfognak oldódni ebben az olvasztó tégeiben. És beláthatatlan dolgokról beszélünk. Tehát amikor én azt mondom neked, hogy nem tudom megmondani, hogy négy vagy nyolc vagy a szavazásokkal, meg politikával kapcsolatos kérdéseidre a válasz, mert abban sem vagyok biztos, hogy 48 év múlva lesz még világ ebben a formában, ahogy most ismerjük, akkor ezt halálosan komolyan mondom. Fogalmam sincs. Tehát olyan, jelen pillanatban egy olyan világ alakult ki körülöttünk, és ez nagyon gyorsan történt, hogy hát a hidegháború óta szerintem már meghaladtuk az, az akkori veszélyeket is. Uh -huh. Csak annyira hozzászoktunk. Érted? Tehát, hogy gondoljatok hogy el, hogy 2020 előtt azért az, hogy Európában háború legyen, meg, meg, meg járványok legyen, ez nem volt normális dolog. És ma mind a kettő jelen van, és úgy éljük az életünket, hogy nem is erről beszélgetünk, hanem egy harmadik problémáról, hogy mit kellene azzal kezdeni, és a másik kettő, teljesen teljesen hozzászoktunk. Mm. És azok számára meg, hát ugye, akik akik nem ateistek, hát Izrael háborúban, -e? Tehát, hogy nem tudom, hogy, hogy azért ezek, ezek beszédes dolgok. Ha más nem, akkor ezekről róle kellene Tehát, tehát az időknek nagyon kemény jelei nyilvánulnak meg nap, mint nap. És az is, amit látunk, tehát az, amikor arról beszélek, hogy egy, egy szellem megigészte a nyugatot, akkor azt, akiben van egy cseppnyi, így tudja, miről beszélek. Nem akarom most ezt kifejteni. De tényleg ezt látom. Mindenben a, a tényleg a, 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 tévétől, az influencereken át, a divat, mindenem. Minden. És én még azzal sem lehet vádolni, hogy hú, hát ez egy vaskalapos út a konzervatív, de hogy vagyok az. A mai értelemben vagyok konzervatív, mert ma már nem azt szerinti konzervatívnak lenni, mint a, a, a múlt század fordul. Ma azt konzervatívnak lenni, hogy nem vesztetted el még teljesen a jót, hanem meg a hitedet. Ezt jelentém a konzervatívnak lenni. De valójában én egy tök nyitott ember vagyok, és nem egy, nem egy, ilyen bedohosodott, de mégis azt mondom, hogy az az irány, és az az ütem, amiben erre er, er az útra ráléptünk, ez, ez, ez mindenki pusztulásba vezet. Ádám? Nehéz. Feladtad a leckét, Robi, de az a baj, hogy én sem választásban gondolkodom, vagy szavazatokban. Magyarország Magyarország ilyen szempontból unikális. Ukrajnából jöttem, láttam a Majdent, ott voltam, amikor az egész szervezték. Nem szerveződött, nem képződött, szervezték. Karcsi, aki azóta öngyilkos lett a szomszédom, 500 ukrán révnyát kapott azért, hogy felutazzon Kijevbe, plusz azt hiszem még 300, ha a kerítést is rúdossa. Um, ott a vidéket meg tudták mozgatni pénzzel. Mert olyan élet volt abban az időben a 14 környékén, amikor kevés pénzzel akár 100-uká rémnyáért, pár ezer magyar forintért, nem úgy szavazatokat, de konkrét szimpatizánsokat vette a magadnak. Magyarországon szerencsére nem olyan az élet, hogy itt a vidéket felutaztassák Budapestre, és megrohamozzák a várat. Illetve a vidék nem vesztette el józan eszét. Ez az egyik opció. A másik opció pedig az, hogy Klaus Schwab és hogy még hátrébb lépjek. Magyarország azért különleges hely, vagy különleges ország, mert itt tényleg még választáson dől az ország sorsa. Itt, itt a politika, de igazából közép- és kelet-európában is többnyire a politika az dominál. De a világgazdasági fórumon Klaus Schwab mit mondott? Azt mondta, hogy nem lesznek politikai érdekek, globális cégek fogják uralni az országokat. Ez érdekes mondat, mert a Vanguard és a BlackRock, a uh -huh. világ legnagyobb tőkével rendelkező cégek gyakorlatilag bármit megtetnek, egy csettintésükbe kerül, és bedől az Apple. Ennyi történt, ennyi hatalmuk van. Akkor a, az ő vagyonuk bármelyik ország GDP-vel felveszi a versenyt, sőt, be is döntheti azt. Nézzük meg az Egyesült Államokat, vagy akár Nyugatot. A választáson dől -e le az ország sorsa. Az a, fél, az a fajta kultúraváltás, amitől én félek, az a fajta kultúraváltás, amire én küzdök, a Vók, a szélső liberális, a sötétzöld kommunizmus, és az összes ilyen, ilyen tücsök-bogár evés, ez a fajta toxikus ideológia, ami nyugaton már jelen van, azt nem a politika hozta be. Az egy kultúraváltás alatt ment végbe. A politika csak a kultúraváltott ideológiához szabta a törvényeit. Mert nem, nem a Demokrata párt találta ki azt, hogy a hogy a, az, aki nőnek sminkeli magát, az kötelező legyen nőnek hívni a férfi létére. A társadalom, amint követelte ezt, amint a társadalom ezt követelte, én azt látom, a politika hozzáigazította a törvényeket. És hogyha itt elérünk egy olyan szintű kultúraváltást, hogy ezek a Viszperton csoport Ádám és Potyondin felnevelt generáció majd követelni fogja azt, hogy már pedig az ő személyigazolványában benne legyen azt, hogy ő éppen aznap milyen névmással szeretné magát hivatni, akkor ott el fog gondolkodni azon, hogy a, mint a cégek elkezdik bevezetni azt a munkahelyek, a különböző szupermarketek, hogy most már a névtábládon a neved mellett az is ott lesz, hogy te aznap milyen neműnek érzed magad. Amint ezek a globális cégek elkezdik az ideológiát ilyen szinten hirdetni, és társadalmilag ez úgymond trendé teszik, ott már a politikának félek, hogy nagyon kevés bele, beleszólása lesz ebbe. És itt a Fidesztől elvonatkoztatva mindenkori kormányról beszélek most, hogy lesz egyáltalán beleszólása abba, amikor az embereknek egy olyan problémájuk lesz, hogy, hogy éppen aznap milyen néven szólítsák őket, vagy azt, hogy a fémszívószállal szolgálják fel a legközelebbi gyorsétteremben az amúgy műanyag, műanyag pohárban kiszolgált üdítőjüket. Uh -huh. itt, 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 itt sokkal komolyabb dolgokról van szó. Én hiszem azt, hogy Magyarországon tudjuk ezt tartani, csak akkor tudjuk tartani, ha tartani fogjuk. És ezt most nyilván egy, egy ilyen saját, magára saját magamra hivatkozom ezzel úgymond, ennek így nem igazán van értelme, de, de ez végül is egy kerek gondolat. Tehát ezt, ezt, mi fogjuk ezt eldönteni, hogy mi lesz az ország sorsa, szavazás nélkül is, mert ez egy kultúraváltásról szól, és ez, a, ez ellen a kultúraváltás ellen kell tennünk. Nem azzal, hogy négy évente elmegyünk és leixelünk. Mert ha négy évente elmegyünk és beixelünk a megfelelő helyre, tény is való, hogy igen, elérjük a változást, vagy legalábbis pillanatnyi sikert aratunk, de a kultúraváltás nem a szavazófülkékben zajlik, ahogy nem is a tévében. Varga Ádám, Ábrahám Robi, köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, és nektek is, hogyha végignéztétek az adást, írjátok meg, hogy mi a véleményetek egyáltalán meg lehet -e fordítani az influencerek agymosását. Ne felejtsetek el feliratkozni, megnyomni a harangot, tetszikelni és természetesen megosztani, hogy ezzel is segítsétek, hogy minél több emberhez elérjen egy ilyen tartalom. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!